Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőit. Az elmúlt héten, Szent István ünnepén a hagyományoknak megfelelően átadták a Deák Dénes ösztöndíjat, a Deák Dénes díjat, illetve a Láncos Kornél Szegfő Gyula Alapítvány ösztöndíjait. A Deák ösztöndíjat, Deák Dénes ösztöndíjat ez évben is, azért teszem hozzá, mert az elmúlt esztendőben nem különben így volt. Gertner Petra művészettörténész kapta. Szervusz, gratulálok! Köszönöm szépen! Ez egy komoly elismerés azért, mert nagyon is jól tudjuk, hogy a művészettörténészek folyamatosan dolgoznak. De amikor egy város figyel arra, illetve hát a kuratórium, az alapítvány kuratóriuma figyel arra, hogy egy kiemelt emberről sokkal többet tudjunk meg, nyilvánvaló, hogy olyan szakmai eszközökkel, ami egy művészettörténész rendelkezésére áll, nagyon jó dolog. Így van. Kezdjük talán azzal, hogy Abba Novák Vilmos kiállítása, Színek és színek megint, fantasztikus volt. Ugye kurátorként Ízinger Katalinnal együtt jegyeztétek, és azt gondolom, hogy a látogatók száma is megbizonyosodhatott, illetve megerősíthetett benneteket arról, hogy Abba Novák iránt óriási az érdeklődés. Így van, tulajdonképpen az én pályázatomnak is ez volt az előzménye, bevallom őszintén. Valóban ez közös kiállításunk volt Ízinger Katalin művészettörténész kolléganőmmel, és hadd szabadjon itt dicsekednem, hogy több mint 15 ezer látogatója volt a kiállításunknak, és nagyon érdekesek voltak a visszajelzések, hogy ők ezt az Abba Novákot még nem ismerték, tehát hogy tudtunk olyat hozni, olyat mutatni Abba Novákról, hangsúlyozottan ez egy válogatás kiállítás volt, 30 festményt válogattunk az ő hatalmas életművéből, és hogy tudtunk érdekeset, újat mutatni, sőt olyannyira érdekeset, újat, ami még Abba Novák jelenlegi nagy nevű kutatóját is meglepte, Molnos Pétert. Ugye nekünk itt Fehérváron eleve van egy Abba Novák kötődésünk, ennek a városnak van egy kötődése, és szerettük volna már tavaly, tehát úgy találtuk ki a kiállítást, hogy ez legyen összekötve úgymond a mi Abba Novákunkkal. Ugye három nagy Abba Novák mű található ma a városban, ott a Csók István képtárban, ami helyet adott ennek a válogatás kiállításnak, a Színek és színek megint kiállításnak, ott látható Abba Novák Vilmosnak a pannója, amit a 37-es világkiállításra készített, illetve a Városházán található egy szekkója, valamint a Rómkertben egy szekkója. Mind a háromnak nagyon kalandos története van, és ezeket szerettük volna így egy csokorba kötni, és ezt együtt bemutatni, hogy ez ugyanaz az alkotó. Nagyon kontrasztos ugyanis az ő munkássága, egészen más stílusban alkotott falképet, nyilván, mert hogy ez megrendelői igényeket elégített ki, azok a táblaképek, amiket pedig ott bemutattunk a kiállításon, azokat pedig, hát az egy ilyen kimondottan egy örömfestészet, ami festészeti problémák, ami látvány téma őt megragadta. És itt jön képbe Olaszország, de azért essék szó a magyar-francia kapcsolatokról, hiszen azt tudjuk, hogy a Párizsi Világkiállításon nagy díjat nyert. Igen. A másik kettő az pedig történelmünk része, hiszen a Városházán az 1938. augusztus 18-ai országgyűlést ábrázolja Horthy Miklóssal. Hála Istennek most már is, hogy miért fönt van a képen, Imrédi Bélával, uh-huh. a városvezetőkkel, Csitári G. Emil, József főherceg, és így tovább, tehát nem sorolom. Amikor is, mint tudjuk, meghozta az országgyűlés, a kihelyezett országgyűlés azt a határozatát, mely szerint Szent István városának nyilvánítatik a koronázó város. A harmadik pedig a nemzeti emlékhely, tehát az megint Igen. nagyon fontos számunkra. Most viszont ugye ez a pályázat arról szól, hogy egy kicsit beleásd magad, hogy mi minden történt a 30-as évek idején, tehát a 20 évek 29, azt hiszem úgy, 29 és 30, hiszen egy államközi szerződésnek köszönhető, hogy kinyílt a Római Akadémia kapuja, és leginkább Gerevics Tibornak. Az, hogy most ezt Mussolini kötötte, az, és akkor mi van, mondom én,
az államközi szerződést, mármint általában, hogy kicsit kibővültek a magyar-olasz művészeti kapcsolatok is, tehát ez annak a szerződésnek köszönhető. Viszont az nagyszerű, hiszen számtalan kimagasló tehetségű magyar fiatal művész tanulhatott a Római Magyar Akadémián, sajátíthatta el, ismerhette meg azt a különleges világot, ami az itáliai festészetet jellemzi. Így van, óriási hatással volt ezekre a művészekre. Abba Novák Gerevics, úgy nevezték magukat, hogy Gerevics Istálló, és ő is a Gerevics Istállónak a tagja volt, ha szabad így fogalmaznom, átvéve ezt az érdekes szófordulatot, kifejezést. Gerevics az egyik legtehetségesebb képzőművésznek tartotta Abba Novák Vilmost, és úgy vett részt ösztöndíjasként, úgy jutott ki Rómába, hogy Gerevics meghívására olyan művészek jutottak ki Rómába, a Római Magyar Akadémiára, mint Patkó Károly, aki fiatalon hunyt el, de nagyon tehetséges művész volt. Pácai Pál, például ő is kint alult, aztán egészen más szobrászként jeleskedett, tehát nem azonos területen dolgozott, mint Abba Novák. Illetve hát még sok-sok művész, mint Sztélo Lili, akinek itt Fehérváron is látható munkája, látható, tanulhatott ott kint Olaszországba, és Gerevicsnek ebben valóban nagyon nagy szerepe volt. Ő elsősorban tehát művészettörténész, professzor volt, és elsősorban a középkori művészetet, azon belül is az itáliai művészetet kutatta, ez volt az ő szakterülete, és egy nagyon, nagyon képzett művészettörténész volt, aki hát tulajdonképpen egy a korszaknak a teoretikusa, hogy azokat a dolgokat, amelyeket ő kutatott, amelyeket ő fontosnak tartott, azokat próbálta egy picit a korabeli festőket, művészeket hát finoman irányítani, hogy ezek hassanak rájuk, tehát úgymond helyzetbe hozta őket, és hogy olyan lehetőség volt ez a Római Magyar Akadémia, amely az itt töltött hónapok révén, tehát tulajdonképpen megterménykényítőleg hatott a magyar képzőművészetre. Hazajöttek, és ezt, amit ott láttak, tapasztaltak, Abba Novák ugye elsősorban a középkori művészetnek lett ott a szerelmese, a falképfestészetnek lett ott a szerelmese, ezt hazahozta, és Magyarországon csodálatos műveket valósított meg ennek hatására, tehát Gerevicsnek óriási szerepe volt. Igen, hogy ez mennyire így van, hadd idézzek tőle. Igen. Szó szerint az alapvetés minden téren, építészetben, szobrászatban, festészetben, iparművészetben egyszerre, párhuzamosan, egymásba fonódva induljon meg, hogy szervesen a művészi ágak egységes kölcsönhatásával alakuljon ki a keresett és remélt új stílus, új szellem, ugye ez Gerevics Tibor mondta, hogy ez mennyire így van, az Abba Novákra jellemző. Nos, például a romkertünk ilyen. Például a romkertünk ilyen, ahol több római iskolás művész is megjelent alkotóként. Sztélo Lili nevét már említettem, Madarasi Walter, aki egyébként éremművész volt. Itt a romkertben, a középkori romkert nemzeti emlékhelyen a kör alakú domborműveknek ő volt a készítője, tehát egy nagyméretű érmeket faragott oda az épületre, így is lehet fogalmazni. Ilyen értelemben ez egy római iskolás, egy összművészeti alkotás lett, de nem ez az egyetlen római iskolás összművészeti alkotás, hanem például Budapesten a Városmajori templom ilyen, ahol Abba Novák Vilmosnak ugyancsak található pannója a szentélyben, illetve egy fantasztikus falképe a mennyezeten, a teremtés történetnek a teremtés történetet ábrázolja kazettákba. Ez egy ugyancsak egy fantasztikus alkotás, Pácainak is látható, akit szobrai ebben a templomban, és hát az árkai
tervezte épületet nagyon, nagyon otthonosan, nagyon ízlésesen, és nagyon modern szemléletben töltik meg ezek a műalkotások. Római iskolás művészekről tehát van szó. Tehát a pályázatod alapja, hogy abban Novák festészetét, ami ott fejlődött ki, és átültetett később a magyarországi fali képekbe is, tehát a gyakorlatban, azt összehasonlítsd az Olaszországban használatos fali képrendszerrel, hogy egyáltalán ez, hogy hasonlítható ez össze? Itt ezt tudom, hogy nagyon szakmai, de hogyan lehet rávilágítani az alapvetésekre, amit a köznapi ember, például én is megért ebből? Azzal kezdem, hogy a Jelszent Andrási templomnak a falképét, amikor elkészítette abban Novák Vilmos, a Diada lévén Mennyország és pokol ábrázolás látható, és a pokol vagy a kortársakat is elhelyezett. Ez egy kedvelt eljárása volt abban Nováknak, hogy kortársakat is becsempészett a képeibe, ez minden falképére, pannójára is igaz. És ez teljesen kiverte a biztosítékot, mert annyira szokatlan volt, holott, és előzmény nélkülinek tűnt itt Magyarországon, holott ez egyértelműen középkori előzményekre vezethető vissza, csak itt közben eltelt több száz esztendő, és a 20. század első felében, ugye 30-es években járunk, még mindig neobarokk stílusban fogalmazták meg a festők a templom falán a gondolataikat, és nagyon szokatlan volt, hogy ilyen régi korból merít. És akkor, amikor én ugye ebben az évben Abba Novák falképeivel foglalkozom, akkor feltűnt, hogy tehát nincs ilyen, hogy előzmények nélküli valami, 99%-ban van előzménye, csak azt meg kell találni, és ez az előzmény, ez Abba Novák esetében Olaszország, és ezeket szépen föl kellene fejteni, hogy ugye azt tudjuk, hogy milyen városokba járt, hogy végig lehet nézni, hogy ő pontosan miket nézett meg, és hogy mik azok, amik hatottak rá. Például egy ilyen, a kérdésednél maradva, ami ilyen emblematikus, és talán a nézők is ismerik, Rómában Michelangelónak a falképe, a Sixtus kápolnában a teremtésnek az aktusa, ahogy az Isten keze ugye, lenyúlik az égből, egy nagyon, nagyon szép jelenet, és nagyon nagy hatással volt Abba Novákra, olyannyira, hogy a kezek például itt a fehérvári falképeken is nagyon fontos szerepet kapnak, és tudjuk, hogy Abba Novákra nagy hatással volt Michelangelo. A Róma barokk művészete nem volt rá hatással, de Michelangelo, aki a késő reneszánsz manierista stílusnak a nagy-nagy mestere, ő igenis nagy hatással volt Abba Novákra, és többek között ezt a festői gondolatot is ő átvette, és tovább gondolta, és a nagyon szépen végigvezethető a falképein, akár itt a Romkertben, a Szent Jobb, akkor a Szent Jobbnak az ábrázolása, vagy a pannón, a világhirdetésre készített magyar-francia történelmi kapcsolatok pannón, ahol egy Krisztus kéz látható hatalmas méretben, és hát onnan lehet tudni, hogy Krisztus kéz, hogy lehet látni a szent sebet a tenyéren, ahogy éppen csordulna ki onnan a tenyérből, vagy a kézből a vér, hogy ezeket a kezeket nagyon fontos kulcs motívumként használja a képein, vagy a városmajori templomban a teremtés történetet, ahogy ábrázolja, ott is a kezekkel operál. Tehát nagyon, nagyon fontos szerepben használja ezt a kézmotívumot. Ehhez kapcsolódik a monumentalitás is? Bizonyos értelemben?
Igen, mert az Olaszországhoz? Az Olaszországhoz valamelyest. Tehát abszolút, amikor hazaérkezett, abszolút. Hiszen addig tudtuk, hogy körülbelül milyen stílusban és mit fest, ez megváltozott. Igen. És igen. Elindult a fali képek útján, illetve hála Istennek tesszük hozzá, hiszen akkor születtek meg ezek a gyönyörűségek, szerte az országban ugye találhatunk számtalan ilyen alkotást, és ez mind nagyok. Igen, 29-ben, tehát 29-30-ban töltött a 14 hónapot összesen a Banovák, és például ennek a hatására Patkó Károllyal, hogy bebarangolják Dél-Olaszországot, Szicíliáig eljutnak, felfedezik maguknak a tempera festéket. Ez is egy archaikus megoldás, ami a római iskolásoknak az egyik, nem csak a stílusukban, hanem a technikájukban is régi korok technikáját veszik elő, és tulajdonképpen ez az alapja a falfestésnek is, tehát a porfesték. És ezt írja, hogy ő szeretne falképet alkotni, és hogy egy levelet, egy levélben írja is, hogy olyan jó lenne, hogyha lenne egy olyan, nem is tudom, másfél-két négyzetméteres falfületet ír a levélben, hogy olyan szívesen kipróbálná magát falképben, és aztán adódik ilyen lehetősége, kap állami és egyházi megrendeléseket, de az érdekes, hogy pont ez a tavalyi kiállításnál is már olyan szembetűnő, hogy zseniálisan komponált, és hogy szinte törvényszerű, hogy az ember, aki annyira ügyesen tud sok szereplőt mozgatni a képen, annyira ügyesen tudja tagolni, hogy tehát neki ez egy jutalomjáték, hogy ezeket a figurákat fölnagyítja, csoportosítja, és hát zseniálisan csoportosítja. Igen. A Pannón is ezt lehet látni, hogy rengeteg figurát felvonultat, több száz évet, és ezeket nagyon ügyesen tagolja. Például a méretekkel kezd el játszani, ez is egy tipikus középkori megoldás. Igen, kiemeli a lényeges elemeket. Igen, így van, kiemeli a lényeges elemeket. Mondatszalagokat használ, ez is egy középkorias megoldás. A mondatszalagokkal tagolja a figurákat, ugyanakkor kommentálja is, hogy ott franciául írja fel, hiszen ez a francia világkiállításra készült, franciául írja fel ezeket az összekötő szövegeket, de gyakorlatilag több száz év történelmét összefoglalja ebben a két oldalon fölállított pannóban, tehát zseniális. És ráadásul megjelenik ugye a térábrázolás. Igen. Ami korán sem mindegy, hiszen tényleg ugye ma már 3D-hez szokott az ember fia. Amikor egy Abanovák képet nézünk, akkor azt gondoljuk, hogy igen, valóban mögötte áll, nem mellette, és így tovább. Tehát ennek is szerepe van, gondolom. Igen, de a térábrázolás ez egy egészen sajátos módon kezd el teret ábrázolni, hiszen hogyha belegondolsz a romkertben ezüstös hátteret tesz mögül, ez is középkorias megoldás, az ezüst meg az aranyszínek a használata, hogy ettől nagyon ünnepélyes lesz a kép, és hogy a teret azt a figurákat közel, távol hozzá, ezzel kezdi el érzékeltetni, és hogy felnagyítja, ha fontos, összezsugorítja, hogyha egy mellékszereplő lesz. Tehát egy egészen belső logika szerint kezd el alkotni, és ez egyértelműen az olaszországi tanulmányútnak a hatása, ez a belső logikaként való alkotás. Topzódó színek. Beszéljünk a színekről. Igen. Nagyon fontos. Nekem ez is a tavalyi évnek volt a nagy felfedezése, hogy mutattunk a kiállításon olyan képeket, amelyeket az Igalon töltött nyarak alatt készített. Egészen rendkívül világos hátteret használ, hogy szinte, mint egy kaleidoszkóp, szétesik a foltokra a kép, és az egész ilyen fehéres fényben ragyog az egész kép. És akkor, amikor elmegy Olaszországba, akkor hát most ilyen külső
hétköznapi ember logikájával az következne, hogy ezt folytatja tovább, ezt az utat, hiszen elmegy Olaszországba, hát ott aztán tényleg még ennél is több fény van. De hogy ez az út, ez már nincs tovább, hova tovább feszíteni, ezért inkább visszafog ebből, és megjelenik a képein a szürkének, a finom szürkéknek a különböző árnyalatai, változatai megjelennek a képein, és amit az előbb említettél, hogy elkezd nagyon erős színeket használni, pirosakat, sárgákat, tehát tüzes színeket, az a szürkén nagyon szépen felerősödik, és egy nagyon homogén háttérszín előtt gyönyörűen életre kelnek ezek a figurák. Tehát tulajdonképpen belekapaszkodunk a kiállítás címébe, Színek és színek megint. Igen. Ez nyilván szerepet játszott a megbízásokban is, hiszen az egyházi megbízások megnövekedtek értelemszerűen az hazatérte után, és ez azért egy festőnek korán sem mindegy, hogy az a színválasztás, ami jellemezte a régi Abbanovákot, és illetve hát nyilvánvaló, hogy a változás, az olaszországi változás pedig meghozta azt, ami azt mondom, hogy mindenkinek tetszett. Tehát legyen az egyházi személyiség, vagy legyen egy hívő ember. Hát érdekes, amit mondasz, mert hogy vajon ez volt-e az, ami őt az egyházi megrendeléseknél, tehát hogy őt választották, tulajdonképpen ezt most kutatom, hogy vajon mi volt az a pont, ami miatt őre esett a választás. Én egyelőre azt gyanítom, hogy Gerevics ebben hát nagy hatása volt, és a választásban tudott segíteni, illetve hát, hogy egyházművészeti kiállításokon eredményesen szerepelt, és az egyházművészeti kiállításoknak a szervezője Gerevics Tibor volt. Például a Jászent Andrássy templomnak már átadták, örültek neki, és akkor egyszer csak kirobbant egy vita, hogy nagyon realisztikus, hogy a pokol, hogy ez borzasztó, hogy ott kortárs személyek vannak a pokolban, tehát hogy sok-sok probléma felmerült hirtelen, és akkor nyugodtak meg a kedélyek, amikor kiderült, hogy egyébként Olaszországban az egyházművészeti kiállításon nagyon eredményesen szerepelt, például ez az egyházművészeti kiállításon például Mussolini is vásárolt Abbanovák képet. De nagyon érdekes egyébként, hogy levéltári adatok azok, hát teljesen elszórtan találok, tehát nagyon sok levéltárba kell körülnéznem, és nagyon apró információkat kell felcsipegetnem ezekből a levéltárakból, mert szóval nagyon, nagyon érdekes, hogy ezek hogy tűnhettek el, vagy nem tudom, de minden esetre ezek így tehát a nem volt az fontos. Alap. Kezdjük azzal. Én azt képzelem majd, hogy megállsz Gerevics Tibor falképe előtt, ott a falon, és utána pedig vagy felmegy a pápai egyházi intézetbe, ugyanis ott Molnár C. Pál, aki szintén ugyanebben az időszakban alkotott ott. Ott vannak az ő szintén a római iskolát képviselő képei. No, tehát hozzáfogtál a munkához. Igen. És hogy Dél-Olaszországról beszélünk, Rómán túl, nyilvánvaló, melyek azok a települések, azok a városok, amelyek az eddigi kutatásaid alapján egészen bizonyosan nagy szerepet játszottak a Abbanovák festészetének változásaiban? Szicíliában több város is jelentős lehet ebből a szempontból, Cefalù, Palermo, Szirakúza, Taormina, hát ide szeretnék majd ellátogatni és megnézni, hogy itt pontosan miket láthatott. Úgyhogy ezeket tulajdonképpen rekonstruálom majd az ő utazásait, és mint egy, én nagyon szeretem a puzzle játékot, úgyhogy ez tényleg egy ilyen puzzle játék lesz. Igen, egy ilyen kirakós lesz, hogy mindenféle nyomozni fogok utána. Művészettörténészként sikeres vagy. Én azt gondolom, hogy ez viszont egy újabb lépcső. Hát, mindenféle értelemben és módon érdeklődéssel várjuk.
Jó utat kívánok, jó köszönöm munkát szépen. Kívánok. Köszönöm, hogy mindezt mosolygós szemmel mondtad el, hiszen annál jobb nincs, mikor egy avatott szakember mosolygós szemmel tud beszélni arról a munkáról, ami vár rá. Lesz dolgod bőven. Köszönöm Igen. szépen. Köszönöm én is a meghívást. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Paletta magazint láthatták, találkozunk a jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra, minden jót kívánok!